eltúlzott anyai szeretet, kisajátító imádattal ragaszkodás a fiúhoz. Elhanyagolt férj és megcsalt feleség. Szülői önzések sorozata, generációk közötti harc. Emberi lehetetlenség és lélektani betegségek. Ezt mind magába foglalja a Rettenetes szülők című darab. Ez egy olyan anyag, ami ajándék minden benne játszó színésznek. Olyan szövevényes probléma halmazzal indul eleve a történet, ami gyönyörű feladat nekem is, és a színészeknek is, ezt kibontani, ezt élővé tenni. Igazán ez egy bohózati szerkezetbe burkolt tragédia, tehát hogy ugyanannyit röhögünk a képtelenségükön, a tehetetlenségükön, mint amennyire megdöbbentő, hogy ez hová vezethet. 21. századi hétköznapi problémákat sorakoztat fel a darab, azonban ezek az élethelyzetek eltúlzott képként jelennek meg a színpadon. A főszereplő fiú, Mitchell, nem egyszerűen érzékeny lelkű 22 éves fiú, egyenesen hiperérzékeny. Nem gondolkodik, hanem azonnal robban. A téma mellett ez is megnehezítette a főszereplőt alakító Fellinger Damonkos dolgát. Próbáltam a saját tapasztalataimból meg eddig élethelyzetemből táplálkozni. Nehéz feladat színészileg. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak, mert hogy maga játékstílus elég filmes. Tehát amikor elindul maga a történet, akkor nagyon nincs is expozíció, tehát rögtön egy ilyen kaotikus állapotba, családtörténetbe fog kerülni a néző, ami már rögtön egy nagyon szenvedélyes és egy kicsit felrobbant világvége állapot. A Rettenetes szülőket, amely Keresztes Attila 5. rendezése a Móricz Zsigmond Színházban, szeptember 7-től láthatja a közönség a Krúdi Kamarában.